A Malomtó szélen a befejezéshez közelednek a csapadékvíz elvezető árok bélelésének munkálataival. Ez annak a beruházásnak a része, melynek keretében mintegy 281 millió forint támogatásból újul meg Cegléd északi részének csapadékvíz elvezetése. Az önkormányzat pályázaton nyert vissza nem térítendő támogatást a csapadékvíz elvezető rendszer felújítására, kiépítésére. A héten elkezdték a mező utca csapadékvíz elvezető rendszerének felújítását. Újítását. Megújul az utca teljes árokrendszere, kicserélik a kapubejárók, illetve az utca csatlakozások átereszeit. A munkálatok az önkormányzat által kiadott közlemény szerint előreláthatólag május 15-éig tartanak. Addig az utcában szakaszos, félpályás útlezárásokra kell számítani. A kivitelezési munka érinti a keresztező utcákat, továbbá a mező magáningatlanok közút csatlakozását is, így a kapubehajtók Megközelíthetősége is átmenetileg korlátozódik, emiatt az ott lakók türelmét és szíves megértését kérik. Valamint azt is, hogy a környéket amennyiben lehetséges kerüljék el az autósok, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek.